Na gyerekek, Bitcoin megfogta a padlót Ugye nem a Bitcoin hiba, jó? Ezt uh, most a pánikaman ott van a hírekben minden, hogy ó, oh, Bitcoin esik Szar a Bitcoin, mert ez meg az Na de hát ugye Megvan ennek az oka, hogy hogy miért van ez a nagy zuhanás, És hogy miért volt ez a nagy emelkedés, ugye azt is most már lehet uh, tudni A uh, <laughs> a fucking kínaiak, bazd meg! Ah. Na nézd meg, hova, hon, hova volt, e, ezért, volt, azért 182, közel 2000 dollárom volt. Azért 100, körül, 100 körül eladtam az összeset. Éreztem, hogy jön az zuhanás, már akkor is kicsit kétsőn ócsuttam fel, de még időben voltam. Aztán so, ugye lejöttünk 900 az körülre, most lepadlóztunk 770 767 re Na, de ez alítólag ez, ez a legnagyobb uh, oka, hogy a, a kínai uh, központi bank uh, lecsapott a, a, a tőzsdékre, mert ezek a tőzsdék, amik Kínában működnek, BTCC, Huobi, OKCoin, nem tudom az egészet, de van, vannak olyan tőzsdék, amelyek lehet, hogy az egész BTC tradelésekor nincsen fee, tehát nem úgy van, mint Poloniexen, hogy adok, ad, Bitcoinba, ha vissza az ékes éter, és mindig kell fizessé, hanem nem kell fizessé. Tehát nem is tudtam, ma olvastam már ő. Ugye, ki a Chinese Exchange-en, én nem lát valaki, igen, közületek van-e valaki. De jó, és akkor azt csinálták ezek a huncutok, ugye? A, hát, mit tudom én, ki a bányászok, meg a kínai, ugye, centralizált, a nagy, nagy bányászok, meg, meg a, a kupeckedők, meg még meg mit tudom én, akik be van fektetve a bitcoinba sok pénze hogy manipuláltak, ugye itt írja is, ne, tehát look into possible market manipulation, pénzmosás, bla bla, not trust financing, de a legnagyobb gond ott van, hogy állítólag botokkal nek <laughs> nem pacakkal, nem <laughs> szoftverrel nek és ugye naponta tudják mozgatni a hatalmas mennyiségű bitcoinot meg tudnak mozgatni, és így felpumpálják az arrat. Adnak vesznek egy folytalba, de de csak egymás között mozgassak ugye a pénzt. Mert nem kerül nekik semmibe, mert zérófi, nem tudom, mi egy ez hülyeség. Hát kéne legyen egy minimális fi, és akkor nem csinálnak, mert nem érné meg. Akkor vesztenék rajta a pénzt. De. Ezáltal ugye felpumpáltak az arat, a... Nem csak az arrat, hanem maga a hanem maga a volumot is. A... Hó van a volum? Na, az is, az is, az is le van most meg a market cap, meg minden. Trade volum No, mit tudom én? Mindegy, ezt mondják az okosok, hogy, hogy ez a legfőbb oka. És akkor a government közbelépett, és azt mondta, hogy fejezzétek be. Réa csapott az exchange a körmikre, Hát még nem csapott rá, hanem azt mondta, hogy, azt mondta, hogy fejezzétek be. És ezek szerint kicsit meghunyászkodtak, már Kínában nem úgy van, hogy, hogy valamit mondog a Völmencs aztán, a, hogyha nem hallgatsz a szóra, hamar, hamar, lecsuknak, hamar vége lesz a nótának. Úgyhogy a kormány rászólt az exchange-ekre, fejezzétek be a pumpalast és a bolond felé trédelést. Mennyire jött le Market Cap? 12 milliárd, 15-16-ra fel volt pumpálva. Nem tudom a volum... Mennyi volt, de mindegy. Relszólt -re a kormány, és akkor... Akkor meghunyászkodtak, és persze, ezzel... Ezzel ugye lezuhant a volum, meg Market Cap, meg AR, meg minden. <laughs> Na, de nem is baj, ez, ez, jó van, normalizálódjon a dolog. Csak sajnos ez, ez egy kicsit gond ugye a bitcoinnal, hogy, ö, hogy centralizálva lett ugye Kínában, most már a kínaiak manipulálják, ugye mert ott, van a, ott vannak a nagybányák, és ott, ott van a legnagyobb aktivitás, úgyhogy ők manipulálják az árat és ez egy kicsit szor, mert amúgy a bitcoin ugye nagyon most már nem lenne annyira volatilis, elég stabil lenne, de ezek a manipulációk miatt, és akkor ez ugye viszi magával az összes többit, a minden lánt van, lássátok, véres, vörös minden, az Ether Monero, klasszik, minden. Zikes viszonylag viszonylag tartsa az arra, hát dollárban lejött, de a BTC-hez képes torcsa. Na, a monero ugye megvolt a fork, de még mindig az, most-most lejött a, a network hash, a, a púlok, -ok, biztos voltak olyan púlok, -ok, amik nem csatlakoztak vissza, mit tudom én. De az ugye ugye lántva már sokanra és a klasszik meg az Ethereum is lent ja, még most mindig a Monero a sirály. Jó, Bitcoin lent Jó, ja, úgyhogy maradunk, illetve maradok én monero egyelőre. És ja, miután megvolt a hard fork itt, jó hír, hogy lehozták a feed 2%-ról 1,5-re. De meg, megváltoztatták a Payment, a kifizetési szabályokat, és most már alapértelmezés, a Default Payment, hogyha Exchange-re szól 5. Hiába, hogy a daily van Payment, Daily-re állítva, és nem is állítom a te órákra, mert a többet láthat kell a másik valetre, mert 0,024-et vesz le egy tranzakcióra. Azért is nem teszem át, ugye át tehetném kettőre, vagy egyre, de hogy, ha át teszem egyre, akkor a 0,024 szorozva 5-tel, ugye már akkor 5 tranzakció lesz, és ahány tranzakciót csinál, az szór leveszi, ha jól értem ezt a 0,024-et. Ugye, úgy érti, persze. Úgyhogy hagyom, hagyom 5-ön, vagy látod, és át teszem 10-re és lehet teszem rendes valetre, mert mennyit vesz le a majmon 0003 ugye? És ez 0,024. Mindegy, itt a, itt a fakba el lehet olvasni, hogy... Hogy mennyi... Tehát, hogyha rendes valet bemész, akkor 0,012. És hogyha exchange-re mész, dupla, az 0,024 akkor ugye a legjobb, ugye, hogy minél ritkábban kessék ki. <coughs> Tehát 5 <Monero> <coughs> vagy 2 monerónál, vagy 10-nél, és <coughs> rendes valetben nyomjad, és akkor onda, oda még rejön 0,003, ha jól emlékszem a mai monero valetten. Uh, nem tudom, a Kraken az integrált wallet most akkor melyiknek számít, se personalnak vagy exchange-nek. Hát gondolom, hogy exchange-nek. Bányászik-e valaki Kraken wallet-re a Mondjátok meg, hogy -e mennyit veszem le, vagy egyáltalán működik-e a Kraken wallet-re. default -ként, Ja, 5-re teszik az exchange, ha a, ha personal wallet teszik, akkor kettő. <kül> Ugye meg lehet változtatni, csak annyi, hogy a hány szó csinál a tranzakciót. Tehát minus prefix transaction fee. Ja. Na, ha jó létem, az az így működik. Oké. Okay. zékes. Ó, oh, ja, amúgy eh, Amúgy kijött a Claymore Látom, itt már beszéltétek, van aki már itt tesztelte Kijött a 11-es verzió De a, az RX-ekre még, még nincs optimizálva, azt mondta Claymore A következő verzió, úgyhogy most azon fog dolgozni Ha ez a régebbi kartyakra volt gyorsítás, úgyhogy szerintem aki, hogyha csak rx kártyátok van, akkor nincs amit upgrade-elni. Jó. Ja. Oké. Okay. Akkor ennyi volt ma a gyerekek. Bye-bye.